két személygyűjtési akciónapot is tartott a Magyar Közút Nonprofit ZRT idén tavasszal. A Földnapja alkalmából és a Teszed kampányhoz kapcsolódva országszerte összesen 367 helyszínen több ezer közutas munkavállaló 350 tonna szemetet gyűjtött össze a társaság kezelésében lévő utak és pihenőhelyek környezetében. Ez évi 1,5 milliárd forintos terhet jelent a cég számára. Évente átlagosan 10-15 kilométernyi mellékutat teljes körűen fel tudnánk újítani ebből a forrásból, úgyhogy ezért is kérünk valamennyi közlekedőt, hogy vigyázzanak az útmenti területekre. Az elmúlt hetekben több célzott akciót is végrehajtottunk, hogy össze tudjuk gyűjteni az illegális hulladékot az országos közutak mellől, ezért is csatlakoztunk idén is a Teszed akcióhoz. A közútkezelő baranyai munkatársai is részt vettek az akciónapon. A megye útjai mentén hozzávetőlegesen 11 köbméter szemetet gyűjtöttek össze egy nap alatt. Reggeltől munkaidő végéig összesen 32 kollega volt közvetlen beosztolva erre az akcióra. Négy helyszínen tisztítottuk a burkolatmenti területeket, Pécsvárad hírdösszekötő út, hatosszámú főút, Szigetvár megye határ közötti szakasza, Görcsöny-Dobokai bekötő út és az 58-as számú főút Pécshez közeli szakasza. Általános tapasztalat, hogy az országos közutak menti pihenőhelyekben található, az utazás során képződő kis mennyiségű hulladékgyűjtésére szolgáló konténerek és kukák mellé gyakran helyeznek ki bútort, hűtőket, háztartási hulladékot. Nagyon sok, főleg erdős területen találnak a szakemberek illegálisan kidobott sittet, elektronikai, de akár veszélyes hulladékokat is.